Sziasztok, Joanne vagyok, üdvözöllek a csatornámon. Adós vagyok még nektek egy eredménnyel, ugyanis elkészítettétek nekem a fiú főszereplő házát a Magical Teenshez. Most fogom őket megnézni, és eldönteni, hogy melyik lesz az a ház, amelyikben élni fog a főszereplő fiunk. A főszereplő fiú valószínűleg nagyon sokan tudjátok, hogy ki lesz az, de egy kicsit megváltozott a neve is, meg a kinézete is. Úgyhogy igazából nem, de igen, szóval igen is, meg nem is. Szóval egyelőre még nem szeretném nektek bemutatni a főszereplő fiút, majd rájön, hogyha elkezdődik a sorozat, akkor úgyis fogjátok látni. Haladjunk is a ház nézéssel. Be fogunk költözni az anyukáját és a testvérét, akik már elkészültek. Velük fogjuk akkor megnézni a házikót. Illetve most beköltöztetem csak őket a városba, valahova. És akkor lehet, hogy oda rakom le a házikót. Ez mondjuk jó ötlet. Mondjuk azt nem terveztem még el, hogy hol fog lakni. De tulajdonképpen teljesen mindegy. Alapvetően úgy lesz a fiúknak egy háza, amit már ugye az előző részben kiválasztott, illetve nem kiválasztottam, amit megnéztünk. És az előző részekben, az előző videóban. És abba fog alapvetően lakni, de szükség lesz erre a házra is, mert itt lesznek dolgok. Az a gond, hogy lehet, hogy elfelejtettem nektek megadni, hogy erre a hashtagre rakjátok fel. Úgy látom, hogy nagyon sokan sikeresen felraktak erre a hashtagre a házat. Tehát ők tudták, hogy ide kell tenni. Csak én felejtettem el megadni, úgyhogy aki tudta magától, hogy erre a hashtagre kell feltenni, az gratula, nagyon ügyes. Aki nem, azt majd mindjárt meg fogom nézni Discordon, hogy hova tette fel, és akkor úgy fogom letölteni. Én úgy gondolom, hogy itt custom content az talán nincs a házak között. Mert én nem használok custom contentet, bár ez a ház, ez gyanús, hogy ez is arra készült. Úgyhogy lehet, hogy mégis jobb lesz, hogyha a custom contenteket is nézem. Ez biztos, hogy a gazdag lányháza, mert oda van írva, hogy a foci csapat ház, az biztos. De ez micsoda? Szerintem ez is erre készült. Aha. Jó, akkor viszont kezdjük ezzel, mert ez van a legalján. Miért nem tudom lerakni? Nincs elég pénzünk. Hát azon tudunk segíteni nagyon gyorsan. A pénz nem akadály jelenleg. Na, most már biztos van elég pénzünk. Remélem, hogy elég nagy telket választottam itt, egy jó, nagyobbat próbáltam. Remélem, hogy ennél nagyobbat senki nem épített, mert azért nem olyan nagy ház kell ide, úgyhogy kénytelen leszek lementeni innen a házakat, mielőtt megnézegettem őket, mert megint ugyanazt csinálja a játék, mint múltkor, hogy fogja és eltünteti innen a házakat. Ez amióta frissítve lett a galéria, azóta egy kicsit megzöldült, úgyhogy lementem akkor elsőként itt a dolgokat, aztán visszatérek hozzátok. Lényeg az volt amúgy a házépítésnél, hogy legyen a fiúnak egy háza, és hát az anyukának a szobáját azt nem volt kötelező megcsinálni, a kislánynak is meg kellett csinálni a szobáját, úgyhogy lényegében ami fontos az az, hogy emeletes legyen, mert olyat kértem, és az, hogy az alsó rész az meg legyen szépen csinálva, és elégedett legyek vele, illetve, hogy a főszereplőnek a fiú szobája, ami nagyon fontos, arra specifikusan kitértem, hogy hogy nézzen ki, úgyhogy az is nagyon fontos, hogy az jó legyen. Kezdünk az első házikóval, itt is van, meg is jelent az első házikónk, és gondolom, hogy akkor ez erre készült, de nem vagyok benne biztos. Nem vagyok benne biztos amúgy, reméljük. Nézzük meg, igen, valószínűleg igen, mert itt egy anyukaszoba van, ahogy látom, egy gyerekszoba, meg a fiúnak talán egy szoba. Gondolom, hogy ez lesz a fiúnak a szobája. Valószínűleg. A gyerekszoba az nagyon tetszik, az nagyon olyan, mint amit elgondoltam. A fiúnak a szoba egy kicsit kisebb, mint amit szerettem volna. A fürdőszoba az tökéletes. Igen, és akkor az alsó rész az teljesen jó, az nagyon tetszik. Húha, nehéz lesz itt döntenem. Lehet, hogy azon fog múlni, hogy a fiúnak a szobája az kinél olyan, amilyet elképzeltem, mert az összes többi rész az tökéletes, csak a fiúnak a szobája egy kicsit más, mint ahogy azt elgondoltam, úgyhogy nézzük a következőt.
Lehet, hogy be kéne kapcsolnom a... Remélem nem baj, hogy csak utólag kapcsolom be a csaláskódot. Sose tudom, hogy kell-e. Hú, de jól néz ki ez a ház. Hú, ezt ki építette? Kriszti építette ezt a házat. Azt a mindenit, Kriszti. Hát ez nem semmi. Hát ez nem semmi. Nagyon jól néz ki. Nagyon tetszik kívülről is. Na, akkor nézzük belülről. Hú, de kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Ha. És akkor ez lesz itt a fiúnak a szobája. Igen. Nagyon tetszik. Igen, figyeltél a részletekre, azt kértem, hogy legyen néhány ilyen díj elrejtve. Az nagyon klasszul megvan oldva. Fürdőszoba, az tökéletes. Ez itt a kislánynak a szobája, ez az anyukának a szobája. Ó, a kislány szobája, nagyon cuki. Ez a pingvines. Van ilyen pingvines fal? Ezt nem is tudtam. Hát úgy mindig új dolgokat tanulok tőletek. De cuki. Hol van ilyen pingvines fal? Ez tökéletes amúgy. Nagyon-nagyon tetszik. Itt is mondjuk egy picit kisebb a szoba, mint amit elgondoltam, de nem rossz. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó próbálkozás. Hűha. Hűha. Igen, itt a lenti rész. Ha. De ez így tökéletes. A lenti rész az teljesen rendben van. Egy picit kisebb a szoba, mint amit elképzeltem. Úgyhogy még gondolkozom, de ez nagyon tetszik, mert ez nagyon jól néz ki ez a ház, ez van zseniálisan néz ki, lehet nagyon jól tudsz építeni, nagyon klassz. És annyira klassz, hogy megvan csinálva, amíg a tetejé is, nagyon jól néz ki. Kívülről ez zseniális ez a ház. Sajnálom, hogy egy picikét kisebb a szoba, mint amit elképzeltem, mert amúgy nagyon tökéletes. De meglátjuk, mert lehet, hogy attól még ezt fog nyerni. Kéti Holly lesz a következő, azt a mindenit. Húha! Hát kitettetek magatokért? Én nem is tudom. Húha! Nehéz lesz így dönteni. Ez a ház is nagyon jól néz ki. Vannak itt jó építők a csapatban, azt már látom. Igen. De jól néz ki, hogy ott el van rajta a kupa. Imádom. Nagyon tetszik. Na igen. Tehát valami ekkora szobát képzeltem el, mint ami ez. Ez már nagyon-nagyon közel van. Nagyon-nagyon közel. Egy valamit hiányolok a szobában, és lehet, hogy én nem írtam meg, hogy arra szükség van. Ez az én hibám. Na mindegy, majd azt maximum ilyen hozzárakom. Ide elfér, úgyhogy... Tehát körülbelül ekkora volt, amit én elképzeltem. Igen, ilyesmi. Színeiben is egész jól passzol. Bemegyünk egy picit ide körülnézni. Ja, igazából átmehetek, mert ugye van lerakva szín. Nagyon jó. Nagyon sok részletre oda lett figyelve ebben a szobában. Nagyon tetszik. Ez amúgy jó. Eddig ez méretre tökéletes. A kislánynak a szobája. Jaj, de cuki! Nagyon jó, nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Oké, a kislánynak a szobája is jó lesz. De jó! De jól néz ki a fürdőszoba. Azt a mindenit. Igazi részlet. Nagyon tetszik itt. Annyira, mert most el tudom képzelni azt, hogy ide jön a szím, és... Csinálja a dolgát itt. Annyira, és szappan is van. Hát ez kész. Ez nagyon jól néz ki. Ez a fürdőszoba, ez nagyon tetszik. Húha. Tényleg nehéz lesz. Egyelőre ez az, ami tökéletesen olyan, mint amit elgondoltam. Úgyhogy egyelőre ez nyeri a dolgokat. Az előző is nagyon nagyon tetszett, csak ott kicsit kisebb volt a szoba, mint amit elképzeltem. Ez a szoba, ez pont akkor, amit akkor elképzeltem, úgyhogy egyelőre ez az, amit választanék, de még van egy csomó, úgyhogy még nehéz lesz itt, tehát nem mindegy nagyon jó lett. Hűha. Lexi a következő. Így néz ki kívülről. Ez is jól néz ki. És
Itt van a kislány szoba. Annyira jó kislány szobákat tudtok építeni, hogy ez nem igaz. Nagyon-nagyon tetszik ez is. Hát az a holdas lámpa. Hát ha más nem is, akkor lehet, hogy egy-két dolgot így áthozok az egyikből a másikba, mert ez nagyon tetszik, ez a holdacskás lámpa. És ráadásul jó lenne, mert utalna egy másik sztorira is, úgyhogy nagyon-nagyon jó. Akvárium. Új, itt van a fiúnak a szobája, ú, nagyon tetszik, nagyon-nagyon tetszik. Nagyon jó lett. Igen. Itt egy kicsit szembetűnőbbek a kupák, mint kéne, mert hát ha emögött, a szekrény mögött lennének, akkor tökéletesek lennének. Valahogy, hát nem tudom, hogy be lehet-e oda suhasztani, de ha be lehet, akkor oda besuhasszuk. Nagyon tetszik ez a szoba. Lehet, hogy én elfelejtettem valamit kérni bele, amit kellett volna beletenni, de mindegy, most akkor az attól el is tekintek, mert úgy látszik, hogy én felejtettem el kérni. Méretre egy kicsikét kisebb, mint ahogy elgondoltam, mert az előző az pont tökéletes volt, viszont színeiben meg nagyon-nagyon tetszik. Az ágyszín az jobban tetszik. Úgyhogy lehet lesz, amit átcsenek ebből a szobából, abban a szobába. Például az ágyat lehet, hogy megtartjuk innen, mert az nagyon tetszik. Még a fekete szőnyeg is nagyon-nagyon tetszik alatta. De mint az előzőben is lett volna. De ez az ágy, ez jobban tetszik. Úgyhogy lehet, hogy az ágyat az áthozom. A többi... Hát nem tudom. Nézzük meg itt a fürdőszobát. Itt is jó a fürdőszoba, viszont az előző fürdőszoba az valami zseniális volt, úgyhogy azt megtartjuk mindenképp. Vagyis hát meglátjuk, mert még van egy csomó ház, úgyhogy nem tudom, de a szoba az nagyon jó lesz. Jó, és akkor a kislány szobáját meg már láttuk. Hát igen, itt ezt a lámpát, én lehet, hogy ezt most ide elrakom, mert lehet, hogy ezt átvisszük a másikba, meg annyira jól néz ki ez. Nem tudom, hogy ilyen volt-e ott, de ha nem, akkor ezt is elcsenjük innen, és akkor ezek mindenképpen be fognak kerülni, mert nagyon jó lett. Meg mondjuk itt több kupa van, és az is tetszik, úgyhogy lehet, hogy a kupákból is becsenünk néhányat. Igen, a fosz is, meg a sakkos kupa, azt mindenképp. Ezek milyen kupák? Ez jó, mert így nem mondja meg. Hát, ez is jöhet. Ez is. Ezek mindenképpen. Ezt nem tudom, ez is. Jó, ezeket elcsentem, mert lehet, hogy ezeket fel fogom használni, mert nagyon jól nézek ki. Meg az ágyat is elcsenjük. Meg ezt is, ez is nagyon tetszik. Ez nem tudom, hogy volt-e az előzőben, de nem, akkor ezt is elcsenjük. Nagyon jól néz ki amúgy a fal is, nagyon tetszik. Meglátjuk, hogy milyen lesz a következő. Ezeket elcsentem, úgyhogy valószínűleg lesz, ami fel lett használva ebből a házból, mert nagyon tetszett. Virginiai a következő ház, de valamiért azt írta, hogy eltűntek belőle dolgok, aminek hát nem örülök, reméljük, hogy ez nem fog látszódni. Lehet, hogy azért már volt benne custom content. Jó, a lenti részt meg sem néztem az előző háznál. Annyira elvarázsolt itt a fönti részt, hogy a lentit, azt nem is néztem meg. De jó. Hú, de jól néz ki ez a nappali. Nagyon tetszik. Ó, nagyon tetszik. Lehet, hogy az lesz, hogy néhány elemet ebből a házban átemelnek majd a végleges házba. A másik, az előző házba. De még nem biztos, hogy az lesz a végleges, csak majd a végleges házba néhány dolgot átemelek innen, mert nagyon-nagyon tetszik ez a ház is. Nagyon jól néz ki. Na de most nézzük meg Virginia házát is. Nem adtam egyszerű feladatot magamnak, nem adtam egyszerű feladatot, úgy látom. Kezdjük itt is fent, és remélem nem felejtem el a lenti részt. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon tetszik. Igen, tökéletes. Igen. Fürdőszoba, hol van a fürdőszoba? Nem tudom, annyira elvarázsolt ez a fürdőszoba, amit az előbb láttam, hogy egyelőre amiatt azt a házat választanám. De ez is nagyon jó amúgy. Ez is nagyon jól néz ki. Annyira tetszik, hogy minden fekete, olyan jól megcsináltátok, hogy ez nem igaz.
Alsó emeletet megint elfelejtem megnézni. Így néz ki a nappali. Itt van egy ilyen konyharész. Meg egy étkező. Ó, milyen jól néz ki, pedig a lépcső is, meg minden nagyon tetszik. Igazából bármelyiket választhatnám, bármelyik házat, mert mindig nagyon jó lett. Úgy látom, jó sokan küldtetek házikot. Zsófié lesz a következő. Wow! Ez is nagyon jól néz ki. Nagyon tetszik. De nagyon. Hát nehéz lesz így, hogy most min múlik. Lehet amúgy, hogy azt fogom csinálni, hogy össze fogok ollózni házakat, mert valami az egyikben nagyon tetszik, van olyan másikban, és hát lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy még, nem tudom, még meglátjuk, hogy fogom ezt megoldani. Vagy tényleg csak olyan dolgokat átvenni, ami nagyon-nagyon tetszik az egyikből a másikba. Ez az anyukának a szobája, az nem érdekes. Ez a lánynak a szobája, ez nagyon tetszik. Viszont volt valamelyik, amelyik jobban tetszett, meg a fürdőszoba ott a másiknál is nagyon tetszett. De ez a szoba viszont itt nagyon tetszik, és az ágy, ez tökéletes. Úgyhogy ezt az ágyat, ezt már is kidobom, és helyett ezt az ágyat, ezt el is raktam, mert ez lesz az ágy, ez nagyon tetszik. Nagyon tetszenek a függönyök is, nagyon tetszik a részlet, hogy oda lett figyelve. Húha! De jól néz ki. Igen, ez tetszik, hogy odafigyeltél arra, amiket kértem, hogy rendezett legyen. Nagyon tetszik ez a szekrény. Ezt lehet, hogy elrakjuk a szekrényt is, mert nagyon tetszik. Ezt a puffot még nem tudom, hogy elrakjam, mert még azon is gondolkozom. Ez is nagyon tetszik. A lámpa is nagyon tetszik itt. A jól megválasztott lámpa. Hát, egyelőre, nem tudom, tényleg. Egyelőre nézzük meg a következőt is. Ez is nagyon klasszul néz ki, meg nézzük meg még lent. Hú, de jól néz ki. Ez melyik kiegészítőben van? Ez annyira klassz. Középiskolás? Vagy az egyetemes? Most kihirtelen nem tudom megmondani, még. Nagyon tetszik. Lehet, hogy mégis kértem? Nem tudom. Lehet, hogy mégis kértem. Sokat hiányolok sok helyről, de nem tudom, hogy kértem-e. Nem tudom. Lehet, hogy nem. Nem emlékszem. Amúgy ez a szoba, ez nagyon tetszik. És ez nagyon olyan, mint ahogy én elképzeltem. Bár kevesebb kupa van benne, de azt tudok még itt varázsolni az asztal alá. Nézzük meg a következőt, mert még mindig van. Ez Roberta házikója. Itt érdekes, mint hogyha egy ilyen sorházi dolog lenne, és két háza. Most ilyen rossz megoldás. Milyen jól néz ki ez is. De jó, hogy ilyen emelvény van. Ez is nagyon jól néz ki. De volt olyan, ami közelebb volt, úgyhogy nézzük tovább. Nem vagyok benne biztos, hogy most a videóban el fogom tudni dönteni, hogy melyik lesz az igazi. Nagyon jókat építettetek. Maja építette ezt a házikót, ami így néz ki. Nézzük belülről. Hú, de kíváncsi vagyok. Így néz ki a fiúnak a hálószobája. Tetszik, hogy el vannak rejtve a díjak. Igen, itt van a fürdőszoba. Mert még mindig kísért ez a fürdőszoba. Amit láttam, az nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy ezt a fürdőszobát ezt mindenképpen megtartom, még akkor is, hogy nem azt a házat választom a végére. És itt van a kislánynak a szobája. Ez is nagyon jól néz ki, és nagyon-nagyon tetszik. De volt olyan az előzőekben, ami egy kicsikét jobban tetszett, úgyhogy lent is megnézem.
Hú, de jól néz ki ez is. Jó, itt ennyi a lenti rész. Altárra volt a következő, azt hiszem így volt a galériában a neved. Hú, de jól néz ki kívülről. Ezek az ilyen megoldások, egy több, nem tudom, milyen részből áll a ház. Ez nagyon érdekes, és nagyon tetszik. A külső rész az tökéletes. És nagyon tetszik. Látszik, hogy itt a kertre nagyon oda lett figyelve. Hűha. Hűha. Nagyon-nagyon jól néz ki. Most félő, hogy milyen lesz belülről. Ajaj. Ez tetszuki? Ez az anyukának a szobája. Igaz, hogy azt nem kellett berendezni, de az is nagyon jó lett. Fürdőszoba. Igen, ez a lánynak a szobája. Igen, ebből már volt olyan, ami jobban tetszett, kettő is, vagy három, ami nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy nem tudom, hogy összeullúzzam-e. Na de, a fiú szoba. Hoppá. Annyira klassz, hogy valahogy átéreztétek a fiúnak a stílusát, de olyan szinten, hogy ez nem igaz, hogy mindenhol ugyanazt a lámpát használtátok, mert mint hogyha megéreztétek volna ennek a fiúnak a stílusát, hogy ez passzol hozzá, ez zseniális. Tetszik, hogy itt van eldobva még néhány dolog. Igen, és ott van a serleg is eldugva, nagyon klassz. Úgy de jól néz ki, nagyon jól illenek hozzá ezek a ruhák karakterhez. A falon is jól néz ki a kép. Amúgy nagyon jó ez a szoba. Ez nagyon tetszik. És ez méretben is pont olyan, mint ahogy én azt elgondoltam. Nem is tudom, hogy hogy fogom én ezt így kiválasztani. Ez nagyon tetszik. Viszont a kislányszobában láttam jobbat, meg volt ez a csodálatos fürdőszoba, amit azóta is el vagyok ragadtatva. Az anyuka szobája az nálad a legjobb. Igaz, hogy többiek nem mindenki csinálta meg, mert ez nem volt fontos, de az nagyon jól néz ki. Tanulok ám tőletek. Olyan jól rendeztek be házikót. Mi van itt? Nem tudom, miért nem lépek át színmódba, úgy lehet, hogy könnyebben meg tudom nézni a dolgokat. Imádom ezt a hűtőt, olyan jól néz ki. Igen, próbálom elképzelni a szimát, ahogy ugye itt mászkál, mert ugye az lesz majd a videóban. Nézzük meg a következő házat is. Krisz építette a következő házat, és ez az utolsó, ami itt van benne a hashtaggel, de szerintem lehet, hogy van még ház, úgyhogy még mindjárt meg fogom nézni a Discordon, hogy nehogy kihagyjak valakit. Igen. Ez a kislánynak a szobája, ez a fiúnak a szobája. Itt egy kicsit tetszik, csak szerintem jobb volt néhány olyan, sokkal feketébb, azok sokkal inkább közelebb voltak hozzá. Hú, itt is nagyon jó a fürdőszoba. Tetszik az, hogy látszik rajta, hogy itt sokan laknak. Hogy oda volt elfigyelve. Ez is nagyon jól néz ki a fürdőszoba. Ugye ez volt az anyukájának a szobája, amit nem kellett berendezni. És akkor itt van a lenti rész is. De jól néz ki ez is. Nem rossz. Na nézzük, hogy volt-e még más, aki esetleg nem tette be ide a hashtagre. Most vagyok bajban, mert az összes házat láttam, és még nem tudom, hogy ki nyert. Nagyon jól néznek ki, és nagyon tetszik mindegyik. Most visszamegyek erre a házra, mert ebben tetszett a fürdőszoba pitangul. Nagyon jól néz ki kívülről. Megnézem még jó néhányszor a házakat. De tényleg nagyon sokszor. Még nem döntöttem el, hogy ki nyert. Nem tudom, hogy ki nyert még. Négy van, ami nagyon-nagyon tetszik.
és abból a négyből fog valaki nyerni. De ez a négy, ez már megkaphatja a rangot. Ők négyen voltak a legjobbak, és a legközelebb ahhoz, amit szerettem volna. Volt még rajtuk kívül, akinek nagyon-nagyon tetszett a háza, csak mondjuk kisebb lett a szoba, mint amit gondoltam, úgyhogy még azok közül is egy valaki kap rangot. Összesen öten fogtok most rangot kapni. Kéti Holly, Lexi, Zsófi, Altera és Kriszti. A ti házaitok tetszettek a legjobban, vannak a legközelebb ahhoz, amit szeretnék. Viszont Krisztinek a fiú szobája kisebb, mint amit én szerettem volna, úgyhogy nem az ő háza lesz. Viszont a kislány szoba nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy abban lehet, hogy át fogunk hozni elemeket a végső házba, ami még mindig nem tudom, hogy ki lesz, de a végső ház vagy Kéti Holly, Lexi, Zsófié vagy Alteré lesz, és valószínűleg vagy Zsófié vagy Alteré lesz. Ők ketten vannak a legközelebb, és azért, mert náluk a fiúszoba olyan, amilyet elképzeltem, és mind a kettő olyan, úgyhogy ezért nehéz most eldöntenem, hogy melyik legyen. Illetve még Lexinél is. Ez a három amúgy a legjobb fiúszoba, a Lexi, a Zsófié és az Alteré. Nem tudom amúgy, hogy kinek mi a neve, csak a galéria nevet olvastam fel. Szóval szerintem a Zsófi vagy az Altera lesz az, aki megnyeri, de még nem tudom a kettő közül, hogy melyik. A Zsófi, a te házat nagyon tetszik kívülről, pont olyan, mint ahogy én azt elgondoltam. És a fiúszoba az tökéletes. Lehet, hogy lesznek elemek, amiket átemelek másik szobából, de most így nem látjátok. Ugye ez volt az a szoba, ahol már elkezdtem kipakolni dolgokat belőle, mert annyira tetszett. És ez nagyon tetszik, itt lehet, hogy egy-két cserleget még el tudnék bújtatni valahova. És itt is a kisely szoba az abszolút Krisztinél volt a kedvencem, úgyhogy lehet, hogy Kriszti kisely szobájából egy picit áthozunk ide. Ez lényegtelen, hogy az anyukának hogy néz ki a szobája. Itt a lenti rész is nagyon tetszik. És kifejezetten tetszik, hogy tettél ide sakkot. Mert a főszereplő fiú sakkozik. Elfelejtettem megírni, hogy a főszereplő fiú a sakkozik, de te kitaláltad, szóval. Ez egy extra pont. Megint megnézem Altera házát is. Nagyon nehéz lesz. Itt azt tetszik nagyon, hogy a fiú szoba az pont olyan, mint ahogy azt én elgondoltam. Talán itt a serlegeket azokat... Ha, ott a serleg. Most nézem, hogy Lexi is azért kigondolta itt a dolgokat előre, és akart sakkot. Hosszas töprengés után a következő a helyzet. Kéti Holly-nak a fürdőszobája viszi a prémet, úgyhogy abból fogok átcsempészni a végleges házba néhány dolgot. Az a legjobb fürdőszoba. Kriszti kislány szobájából, meg talán Zsófiéból is fogok átcsempészni a végleges házba. Azt hiszem, hogy Zsófié volt még nagyon jó. Zsófinak van az egyik legjobb fiú szobája, úgyhogy abból is át fogok egy kicsit csempészni a végleges házba, de a végleges ház ez lesz Alteré, ugyanis itt a fiú szoba is tökéletes, a szobák elrendezése tökéletes, kívülről körülbelül így képzeltem el a házat, úgyhogy azért választom ezt a házat, mert kívülről így képzeltem el, de nem csak ez az egy az, ami tökéletesen olyan, mint ahogy elképzeltem, hanem legalább három olyan ház van, ami pont olyan, mint ahogy ezt elképzeltem. Úgyhogy lényegében azért fog ez a ház nyerni, mert itt van a fiú szobának olyan elrendezése, mint ahogy azt elgondoltam. És picikét bele fogunk nyúlni, mert nagyon-nagyon tetszik, mint mondtam, Zsófinak a szobája, a fiú szobája, az egy minimálisan közelebb van ahhoz, amit elképzeltem néhány dologban, úgyhogy át fogok csempészni egy-két dolgot Zsófi szobájából ide,
A kislány szobából is át fogok Zsófitól is, és Krisztitől is csempészni néhány dolgot ebbe a szobába. Az anyuka szobája az tökéletes, lehet, hogy még használni is fogom, hogyha már ilyen szépen be van rendezve. És a fürdőszobában pedig Kéti Holinak az elrendezéséből fogunk egy icipicit átcsempészni. Itt így néz ki a lenti rész, ez teljesen jó. Ez teljesen jó. Úgyhogy igen, azt hiszem, hogy ez lesz az. Itt egy-két kupát hiányolok még, de az nem baj, mert pont azért tettem ide be, hogy ezeket ide sovasszam még pluszban. Mondjuk az ágya mellé kap kettőt, meg ide a szék alá, vagyis az asztal alá is beteszek még egyet-egyet. Lényeg az, hogy ne legyen szem előtt. Meg itt a szekrény mellé mögé. Hogy sok kupája van, de nem annyira szereti őket kiállítani, csak hogy oda dobálja valahova. Igazából lehetne még rakni valahova ilyen díjakat is, ami nem csak kupa, hanem ilyen díj, csak azt nem tudom, hogy hol van, hogy lehet, hogy próbálok keresni, azt is tenni a falra, vagy valahova ide alulra, ahol nem annyira látszik. És hát a fekete szőnyeget akkor azt áthúznám a másik szobából, mert ugye ez nagyon tetszett. Ez akkor valahogy úgy tetszene, hogy itt van egy más mellett két fekete szőnyeg. Valahogy így. Nem tudom, lehet, hogy ezzel még fogok szőszölni. Igazából meg kéne néznem azt a másik szobát, ami nagyon-nagyon tetszett, hogy ez ugyanaz az ágy, mint amit kinéztem az alap is, hogy nagyon jól néz ki. Szívem szerint mindenkinek adnék rangot, de ugye nem lehet mégsem mindenkinek adni, úgyhogy most azok kapnak, akiknek mondtam a nevét, és köszönöm szépen tényleg, hogy megépítettétek ezeket a házakat. Zseniálisan jók házak lettek. Nagyon jól építetek, és kívülről sokkal jobb házakat tudtok építeni, meg sokkal jobb kertet, mint én. Én a belső részen szeretek nagyon sokat szöszölni, talán túl sokat is, és azért van az, hogy sosem végzek házépítéseket, de akkor egy következő részben egy picit elszöszölök azzal, hogy az egyik házból a másikba egy picit át telepítsek dolgokat, mert nagyon jó ötletek vannak egyikben, a másikban. Például volt, ahol nagyon tetszett a tapéta, volt, ahol nagyon tetszett ez a holdas dolog, ami már itt van nálam, ezt mindenképpen be fogom tenni. Úgyhogy, illetve még arra oda kell figyelnem, hogy ne ezen a telken legyen a ház, mert lehet, hogy ez egy kicsit nagy. Úgyhogy egy következő videóban találkozunk, ahol minimális módosításokat fogok tenni ezen a házon, hogy tökéletes legyen. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ha szeretitek, amit csináljak, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!